A csoportban való sportolás nem csak a motivációt, de a jókedvet is garantálja. Amennyiben konkrét cél a fogyás, vagy csak jól szeretné érezni magát valaki, mindkét esetben remek választás az egyik legelterjedtebb edzésforma. Az aerobik az egy nagyon divatos és állandóan megújuló edzésforma, az aerob mozgásformák csoportjába tartozik. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyakorlatok során ugye megemelkedik a pulzusszám, így a szervezet felpörög, és több energiát használ fel, és beindul a zsírégetés. A gyakorlatok során itt teljes testet megmozgatjuk. Ennek a mozgásformának az egyik legnagyobb előnye, hogy csoportos formában történik, így nagyon sok motivációt nyerhetsz a társaidtól. És az órák során ugye olyan energiák szabadulnak fel, amelyek nem csak testileg, hanem lelkileg és szellemileg is feltöltenek. És hogyha már életed részévé válik ez a mozgásforma, akkor nem csak olyan, tehát nem csak te tapasztalod ezeket az élettani hatásokat, hanem a környezeted is észreveszi, és akkor te fogod motiválni majd őket. Több évtizedre visszamehetünk, ugye Jane Fonda találta ki ezt a mozgásformát, azóta viszont rengeteg változáson ment el, rengeteg trend, rengeteg fajtája, variációja van ennek a mozgásformának. A szakképzett aerobik oktató elenged. Aki tekintettel van az egyéni problémákra, korrigálja a feladat elvégzési hibákat. Mivel kisvárosban élünk, ezért ugye nincs mód arra, hogy különböző fajtájú funkciói órákat tartsunk, ezért én differenciáltal tartom az órákat. Ez azt jelenti, hogy több trendet is mindig tanulok, és több trendet is behozok az órákba, illetve különböző állóképességű hölgyeket tudok megmozgatni azáltal, hogy minden gyakorlatnak megvan az alacsony, közepes és a magas intenzitása, ezt megtanítom nekik, és egy pár alkalom után már önmaguk tudják alakítani, hogy milyen intenzitással szeretnének ugye mozogni. Nagyon szeretik ezt a mozgásformát, igazából ez arról szól, hogy nem csak mozognak, hanem jól is érzik magukat. Tehát én igyekszem minden órán egy showt tartani, mosolyt csalni az arcukra, táncolni, közösen énekelni, és én úgy gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon szeretik a lányok. Az edzésforma kortól és nemtől akár kiegészítő kellékek nélkül is végezhető, azok igénybevétele pedig csak színesíti az edzéseket. Használunk funkcionálisan gumiszalagot, használunk softball labdát, botot, sima egyszerű felmosóbotot a derék gyakorlatoknak a végzésére, szóval elég széles a repertoár. Bárkinek ajánlott kortól és nemtől függetlenül, azonban az egyéni tulajdonságokra ugye tekintettel vagyunk, esetleges korábbi sérülésekre, és mindig figyelek, hogyha a gyakorlatok intenzitását, illetve végrehajtásában, hogyha segítség kell, akkor ezt megkapják egyénileg. Egy óráig tart az edzés, úgy van szerkezetileg felépítve, hogy 10 perc körülbelül a bemelegítés, és akkor utána jönnek az aerob részek, anaerob részek, ugye, hogy eredményt érjünk el. Magas intenzitás, ugye ez tulajdonképpen a pulzusszám megemelkedése, a rendkívül jó a tüdő, a szívnek a karbantartására, és igazából tényleg a testünk és lelkünk formálására, és főleg úgy, hogy különböző fejlődési célok, különböző ilyen nagy mérföldkövek megugrása nélkül egyszerűen csak jól érezzük magunkat, mozgunk és sportolunk. Az órák szerkezetében még nem csak álló helyzetben dolgozunk, hanem talajon is dolgozunk, és kifejezetten ugye funkcionálisan a női testrészek, ugye a has, a csípő, a fenék, ezekre jobban ugye rámegyünk. Az ok, amiért a hölgyek a terembe érkeznek, általában megegyezik. Mindenki formálódni szeretne, az órák alkalmával pedig a nap gondjait is el tudják engedni. Igazándiból az, hogy így mindent átmozgat. Nagyon pozitív, nagyon jó az edzőnk is, aki nagyon nagy mosolya, lelkesedéssel csinálja, így nyilván így maga a mozgás is bármennyire megterhelő vagy kevésbé, akkor is így sokkal jobb. Minden feladatnak 3 különböző intenzitása van, és hogyha esetleg a bármelyikben elfáradok, akkor választhatom a könnyebben. Úgyhogy igazándiból csak az a lényege, ugye, hogy ne álljunk meg, inspiráljuk is igazándiból egymást, hogy így neki megy, akkor nekem is kell, hogy menjen. Ő bírja, nekem is kell, hogy bírjam. Ugye az elsődleges fő cél az lenne, hogy így valamennyire így lefogyjak, illetve legalábbis formálódjak, illetve jól esik a szürke hétköznapokból így kimozdulni, illetve így érzem, hogy így felszabadulok a torna
közben, utána. A csapatban, akikhez bátran lehet csatlakozni, sokan vannak olyanok, akik már évtizedek óta beiktatták a mozgást a rohanó hétköznapjaikba. Nagyon régóta, lassan 10 éve járok hozzá. Jó a gárda, jó a zene, jó a csapat lényegében. Sokszor csak ezért jövünk, hogy otthon le vagyunk ülve, és akkor kell a feldobódás. Egy-két hét, a kimarad, akkor nehéz utána megint fölvenni azt a ritmust. Meg hát mi vagyunk egy pár, ez a korosztály mindén, annak picit nehezebb, úgy gondolom, mint egy 20-30 évesnek, de jó. Amennyiben szerves részévé válik az életünknek a sport, akkor csupa pozitív élettani hatást tapasztalható, amit természetesen a környezetünk is észrevesz. Igaz a mondás, hogy épp testben, épp lélek. Ezt én 40 éves koromban éreztem át először, akkor döntöttem úgy, hogy ideje elkezdeni valamit mozogni, és Timivel elég régi ismerősök vagyunk, és így ez a aerobikra esett a választás. Megfelelő mozgás segítségével a mélyizmokat az ember kialakítja, amik egyébként ott vannak, csak nem használjuk őket, és nekem ez nagyon sokat segített erőlétben, egészségben, energiában. Ez a torna, ez a mozgásfajta, amit itt mi végzünk együtt. Mielőbb elkezdi az ember a folyamatos, szinte napi mozgást, annál könnyebben megőrzi az egészségét, ami nem is ilyen korban, hanem majd időskorunkban fog előkerülni. Családban is, akik folyamatosan mozogtak évtizedeken át, fel annyi problémájuk van időskorban, mint aki nem így cselekedett. Csak ezek a példák, ezek pozitívan serkentik a hozzáállásomat. Az edzések, melyekhez bárki csatlakozhat, hétfőn, szerdán és pénteken zajlanak Tamásiban, a Sportok házában 18 órától.